Ki az, aki tud számolni ezeket a magasba? Apuka két sörrel a kezében azt mondja, kettő, esküszöm kettőre, vagy még meg kezembe. Na mindegy. Hoztam nektek három kalap édességet, megmutassam. Tényleg varázsigét tudsz? Ki jön színpadra? Nem hoz nekem édességet, és nem hoz még varázsigét se. Segítsünk már neki egy varázsigével. Ki az, aki tud egy varázsigét? Uram, mondj egy varázsigét. Csíbú csíbá, két ível és SCH-val. Csíbú csíbá. Na jó. Hát én hoztam egy üres doboz. Megtanultad az előbbi varázsigét? Csíbú csíbá. Menni fog? Akkor neked azt kérem, hogy csíbú csíbá legyen benne édesség. És? Mi legyen benne? Édesség. Hát akkor megnézzünk egy ilyen körzés. Te mit lopakodsz? Üljél le villám gyorsan alatt. És a hölgynek kérünk egy hatalmas nagy tapsot, viszont ez sikerült neki. Kinyújtod a két kezed előre. Veszel egy leveget is, azt üvöltöd, hogy ide édességet! Jó, na most még egyszer is esni fog az édességesük. Három, kettő, egy is! És akkor édességeső! Küldök oda arra tesóknak is, tessék bohockomáknak, arra is, a mamáknak, a törpapáknak, és kiürült ez a kalap is sajnos, nem probléma. Ki látta a Charlie és a Csoki gyert című filmet? Juhú! Ott egy anyuka, aki leggyorsabban feltett a kezét, elkapott, hát ha valakit... Ezt mutatom, figyelj, apai levette, a hölgy meg ilyen kockosat... Na még egyszer! Figyelj, akkor is adok neked egy csokit! Akkor most mind a három hölgy nyújt csak ki előre a jobb kezét. Most mi van? Mit keresel? Nyújtsd ki előre a jobb kezed, tenyér, felfelé. Tehát két jobb kezes vagy, atya úristen. Ja, ez meg így fel, na mindegy. Elkészülünk, vigyázz, kész, lak! Gyorsan vedd a számba, gyorsan mondd nekem, hogy hölgyem, milyen íz az édesség? Milyen? Eples. És szerinted? Eples. Megpörgette Csokival a szájba. És szerinted? Eples. A három csajnak kérek egy hatalmas nagy tapsot. Mert kitalálták, hogy ez zepres csokoládé. És mit kapnak ajándékba szerintetek? Elkészül! Vigyázz! Raj! Gyorsan vedd a számba! Uram, gyorsan mondd meg nekem, milyen ízű ez az csoki. Kajamellás, hát jó, ez nem talált. Szerinted? Csendízű. Magyarós. Szerinted? Kajamellás. Hát, hölgyeim és uraim, egy gyerek sem találta ki. Figyelem, figyelem, ez már csokoládé, úgyhogy nagyobbat koppan a buksin, ha valaki esetleg oda koppan, vagy csoppan, vagy szedjétek össze gyorsan, mint nagypapa vagyonát. Kész! Raj, gyorsan menjétek be a szátokba, ne a pólódba kend a csokit, tesó, hanem gyorsan egyed már azt az édességet. Gyorsan, gyorsan, egyétek! Gyorsan egyétek, rágjátok, gyorsan majszoljátok. Van, aki bekapta, van, aki nyalogatja, van, aki majszolgatja. Szeretném megmutatni nektek a hörcsök kórust. Itt vannak a hörcsögök. Hú, de szép hörcsök, szuszi. Te mit csinálsz? Sem folyós lett a kezedben, a csoki, gyorsan lefegessed már. Hölgyem, aki gyors, az is, aki a száját emelje fel a kezed. A szuszinek egy nagy tapsot. Csak nézett rám is, azt mondja, hát ennyi. A hölgynek kérek egy hatalmas nagy tap. Tapsot. Mi jár neked? Csak egy is. Van a hátra is. Úgy. Szedjétek össze villám gyorsan az édességet. Hangosabban. Még hangosabban? Még hangosabban? Egy kis csoki. Adok nektek kettő varázspálcát. Meghozok egy varázsgömböt. Azt kellene mind a kettőtöknek mondani, hogy csiribú, csirivel legyen benne édesség. Hatalom egyszerre, hangosan. Azt nem mondtam, hogy ilyen magas hangon. Kicsit mélyebb hangon egyszerre, ha hallom. Azt a betyár mindegy, tönkre ment a hallókészülékem.
Na mindegy. És akkor megnézzük, hogy lett-e benne édesség, kapjátok el villám gyorsan az édesség. Jaj, ezt hogy dobjam? Vigyázzat fejre, vigyázz, ez már kemény, mert ez csoki, vigyázz! Aki kicsomagolja, megeszi, lenyeli, az mit kap ajándékba? Csoki! Közönségtől azt kérem, hogy mondja hangosan, hogy felkészülni, vigyázz készület. Hadd hallom! Gyorsan vedd a szádba, a másik kezet nem lehet használni, leesni, leessen le. Gyorsan, kinek szurkolunk az úrnak, kérek egy nagy szurkolás, sikítással. Majd otthon is így szemeteltek. Bon, csú, ki! Bon, csú, ki! Még hangosan. Nem baj, hogy akkor öntelek titeket, pesgőbe? Ez a pacsi, anya, pacsi, zárnak különben a valók édességet. Pacsi, mama, pacsi, gyere, szeszi, itt a szeszi sor.